Budapest főváros 14. kerület Zugló önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom 61. évfordulójának tiszteletére megrendezett megemlékezésen és közös ünnepi koszorúzáson. Itt a Páduai Szent Antal plébánia templom falánál a zuglói hősökre emlékezünk elsősorban. Ennek egyében hallgassuk meg Ádám Sikorszky Ballada 56 című versét. Előadja Nagy Levente, az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulója. Ballada 56. Vaj, ki érti meg sokszor a sorsot, ha a történelem hív? Itt és most soha senki nem születik hősnek. Nem tervezi a dicső halált. Logikádnak kimondana ellent, pontokat kötsz a térképen össze, véres betűkkel lejegyzett Poznan, és rögtön mellé írod Budapest. Mosoly száll, a dal, visszatérek, lassan csitul a lépcsőfordulóban, hanem a városban egymás ellen indul, ördögi ezred, s a tömeg. Harag moraja magasba röppen, utca követ felszedés rajta, szabad Lengyelország, csupán néhány utca. Függetlenség néhány órányi csak. Porban az ászló, de ismét emeli, aprócska kéz, akár egy angyal, tömeg indul az ördöghad ellen, körbe halálos, néma a táj. Hiányoznak a férfiak, hazám puskacső elé gyermeket küldesz. Néhány utcányi most a szabadság, függetlenség néhány órányi csak. Alkotó élet lett volna a részed, ávós pincékbe lökött a sorsod. Világ nem sírt, hazudott az újság, véletlen lelőttek egy gyereket. Gondolj csak meg, te hogyan is tennél, ha a történelem dörgi, itt és most, van-e neked is néhány csöpnyi utcád? Pár szavad, amikért meghalni tudsz. Vaj, ki érti meg sokszor a sorsot, ha a történelem hív, itt és most soha senki nem születik hősnek. Nem tervezi a dicső halált. Logikádnak kimondana ellent, pontokat kötsz a térképen össze, véres betűkkel lejegyzett Poznan, és rögtön mellé írod Budapest. Gyermek lárma, felnőtt düvé árad, időmúlása nem másít meg semmit. Így hát kötél jár ennek a srácnak, mert lerombolt a börtön falát. Hazám, a férfiak vaj merre vannak, gyerekeket a vérpadra küldöd, szabad Magyarország, csupán néhány utca. Függetlenség néhány órányi csak. Most pedig hallgassuk meg a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Wendelent Ferenc fúvós kvintett előadásában Farkas Ferenc Intráda című művét. Az együttes tagjai a trombitánál Lukács Wendel és Higyed Bence, a kürtöt Márkus Ágoston fogja, a harson a Gréf Rudolf kezében, a tubánál pedig Szőlősi Áron. Thank you.
Köszönjük szépen a Quintetnek. Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el. Ez a gondolat szolgáljon mottóul a mai ünnephez. Márai Sándor szavai ezek, aki végigélte azt a forradalmat, amelyről most megemlékezhetünk. Fogadják át szeretettel Ősi Ildikó előadásában Márai Sándor Mennyből az angyal című versét. Márai Sándor, Mennyből az angyal. New York, 1956. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincs aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal! Vigyél hírt a csodáról, csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem papír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, aki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínáltas, amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itt. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta? Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és mindenrangú népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt? Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár, a pásztor. Az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. Ősi Ildikó előadását hallották, most pedig ismét következik a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Intézmény fúvós kvintetje, ezúttal a Lőcsei táncot adják elő.
1956 hőseinek, áldozatainak üzenjük, hogy legyen csendes az álmuk, mert nem haltak hiába, hogy Tollas Tibor írja. Ennek a mottónak a jegyében tisztelettel felkérem Karácsony Gergely polgármester urat, valamint Szabó Rékát és Horváth Zsolt alpolgármestereket, hogy a templom falán felállított emléktáblát koszorúzzák meg, és főhajtással emlékezzenek az áldozatok a hősök előtt. Egyúttal kérjük a Zuglói 56-os szövetség részéről Ivanovics Béla elnököt és Ivanovics Bélánét, hogy helyezzék el a megemlékezés koszorúját. Múltunkat elrabolták, a sivár jelen hallgat. Ők élik túl, a holtak a győztes forradalmat. Tollas Tibor szavaival búcsút veszünk az elhunyt zuglói hősöktől. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megemlékezők! Folytatjuk a Pádovai Szent Antal templomnál elkezdett ünnepi megemlékezésünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkit szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök itt, akik most csatlakoztak Zugló önkormányzatának 1956-os forradalom és szabadsághoz tiszteletére megrendezett ünnepségéhez. A megemlékezést folytatva az 1956-os közállapotokat idézzük fel, amelyek a forradalom kirobbanásához és a Sztálin szobor ledöntéséhez vezettek. Elsőként engedjék meg, hogy felkérjem Sándor Iván, József Attila, Márai Sándor és Kossuth Díjas írót, Zugló díszpolgárát, aki 88 éve él a kerületben. 1956-ban a Műegyetem lapjának a jövő mérnökeinek volt szerkesztője. Október 22-én este 10 órakor a Blaha Lujza téri államvédelem ellenőrzés alatt álló szikranyomdában kinyomtatta az egyetemisták forradalmi pontjait. Másnap 23-án a lappal a kezükben vonult a Műegyetemi ifjúság a BEM téri híres gyűlésre. Fogadják most nagy szeretettel Sándor Ivánt. Barátaim, zuglói honpolgárok! A múltról azért kell beszélni, hogy világosabban lássuk a jelent, és vessünk egy pillantást a közeljövőre. Adi Endre írta 1908-ban a Pesti Naplóba. Az országnak hazudnak a kormányzói, és az ország azt hagyozja vissza, hogy rendben van. Kitartottuk, és kitartjuk azokat, akik megölik a jelenünket, de mi lesz a jövővel? Azóta több mint 100 esztendő telt el, és a magyar históriába Adi szavai folyamatosan érvényesültek, de volt egy pillanat 1956-ban, amikor ez az átkos történelmi folyamat megszakadt. 56-nak az a jelentősége a világtörténelemben, az európai és a magyar történelemben, hogy először és egyedül támadt föl egy egész nemzet, egy egész ország a szovjet és Rákosi féle diktatúra ellen, és ez az elévülhetetlen érdeme és emléke. 56-ban három tendencia keveredett. Voltak, akik nyugati polgári Magyarországot akartak. Voltak, akik egy reformszocialista országot akartak, és megjelentek azok, akik a régi Horthy rendszert akarták visszaállítani. Minden forradalomban keverednek a tendenciák. Az angol Cromwell, a francia Danton és Robespierre forradalmába is keveredtek a tendenciák. De a lényeg az volt, hogy a nemzet nagy része egységesen azt mondta, elég volt abból, ami volt. Ez a nagy tanúsága 56. októberének, és befejezésül engedjenek meg egy személyes emléket. Ahogy itt elhangzott, 22-én este befejeztem a Műegyetemistek lapjának a jövő mérnökének a tördelését. Megérkezett a Műegyetem lázas nagygyűléséről a küldöttség, kezükbe a forradalmi pontokkal is átadták azzal, hogy az egyetemi ifjúság határozata az, hogy a jövő mérnökébe, ami több ezres példányszámú lap volt, nyomtassátok ki ezeket a pontokat. Elolvastam, azt mondtam, kinyomtatjuk. Nagyon egyszerűen történt. Nem volt benne semmi hősiesség, semmi nagy elhatározás.
a génekbe, az érzelmekbe volt bent az a döntés, hogy kinyomtatjuk. Odaléptem a művezetőhöz. A nyomda körül volt véve államvédelmistákkal. Azt mondtam, Süli elvtárs, így hívták. Ezt most ki fogjuk nyomtatni, adjon rá engedélyt a gépszedőknek. Azt mondta, hogy képzeli, hogy én erre engedélyt adhatok. Mondom, de ki kell nyomtatnunk? Azt mondta, elfordult. Keressen egy gépszedőt, akkor még ólomba szedtek. Keressen egy gépszedőt. Ha valaki vállalja, akkor nyomtassa ki. A harmadik gépszedő vállalta. Azért elevenítettem fel ezt a személyes pillanatot, hogy állok a nyomdagép mellett, és ólomba diktálom a pontokat. Felejthetetlen élmény. Őrizzük meg 56-ból, ami a legfontosabb. A szabad szó, a szabad gondolat, a szabad sajtó, és a kiáltás, hogy elég volt. Így legyen. Köszönöm. Folytassuk a műsort. Jászai Mari díjas érdemes művész, Kossuth díjas színművész, az idei évtől pedig Zugló díszpolgára. Fogadják nagy szeretettel Jordán Tamás színművész, aki József Attila Elégia a című versét adja elő. Mint olmos ég alatt lecsapódva telten, füst szár a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem, alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet, a valóság nehéz nyomait követve, önön magadra, eredetedre tekints itt. Itt, hol a máskorú híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán, a nyomor egykedű csendje fenyegetően és esengve föloldja a tömény bánatot a tűnődők szívén, és elkeveri milliókéval. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron. Töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályba. Felej! Innen vagy! Innen-e, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe e nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet, a sánta palánk rikácsolva őrzi, óvja, magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd jövőt oly üresen várnak, mint hogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen, merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átcikkan, donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört, áldott anyaföld, egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyjához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek, ez a hazám. Jordán Tamás, Kossuth díjas színművésznek, Zugló díszpolgárának köszönjük szépen. Most pedig felkérem Karácsony Gergely polgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, így október 23-án a forradalom 61. évfordulóján, és nehéz megszólalni két ilyen kiváló zuglói díszpolgár notabilitás után, de engedjék meg, hogy így a szemérkelő esőben én is elmondjak néhány gondolatot október 23-a kapcsán. Ugye tavaly volt a kerek évforduló, a 60. évforduló, és azt gondolom, hogy Zugló önkormányzata mindent megtett azért, hogy Zugló közössége, valamennyi zuglói polgár, akinek fontos 56 öröksége, közösen megemlékezhessen erről a forradalomról. Akkor adtuk át ezt a teret,
volt egy ünnepi hangversenyünk is, és azt gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy a történelmi emlékezetünknek ezt a nagyon fontos dátumát, október 23-át közös élményként élhessük meg együtt. Mégis úgy tűnik, hogy ez a 61 év, ami eltelt a forradalom óta, még mindig talán kevés volt ahhoz, hogy egyféleképpen gondolkodjunk 56-ról. Talán még mindig túl sok ebben az aktuál politikai fennhang, amikor arról kéne megemlékeznünk, hogy mi is történt velünk 61 évvel ezelőtt. És Ándor Ivánhoz csatlakoznék, hogy próbáljunk úgy tekinteni 56-ra, mint egy közös tárházára azoknak az értékeknek, amelyek mentén ezt az országot közösen megélnünk, vezetnünk és belaknunk kellene. Gondoljunk arra, hogy 56 sokszínűsége valójában az a sokszínűség, amiben minden demokratikus társadalomban élnie kellene. Gondoljunk arra, hogy ebben a forradalomban mindenki megtalálhatja a maga hőseit. És gondoljunk arra, hogy ebben a forradalomban senki ne akarja kitagadni mások hőseit ebből a közös panteonból. Ha így tudunk hozzáállni, ha így tudjuk közösen elfogadni ennek a forradalomnak a sokszínűségét, és mégis azt az egységes akaratot, hogy volt mire nemet mondani, akkor talán most is itt lenne mindenki az ünneplők között, mint ahogy sajnos vannak azok olyanok is, akik most úgy érezték, hogy nem tudnak eljönni. Nekünk az a dolgunk, hogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy legközelebb ők is itt lehessenek, és nekünk az a dolgunk, hogy olyan módon építsük a jövőt, és olyan módon emlékezzünk a múltról, ahol mindenki megtalálja a számára fontos emlékeket. És hogy összekössenek minket azok a közös értékek, amelyekről az 56-os forradalom is szólt. Egy dolgot még hagy tegyek hozzá, mert valóban 56 legfontosabb ígérete mégis az, hogy elég volt. És az 56-os forradalom szimbóluma nem véletlenül a lyukás zászlónál letépték a sztálinista rendszer címerét. És mégis ez a lyuk valahogy ott álltunk. Egy kicsit nehéz betöltenünk azt, hogy mit is tegyünk annak a lyuknak a helyére, a Kossuth címert, vagy esetleg a koronásat, építve az 1000 éves nemzeti hagyományainkra. Azt gondolom, hogy az, hogy 56 szimbólum ez a lyuk a zászló, az talán nem véletlen. De a lyuk egyben a kör szimbóluma is, és amikor ezt a teret, ahol most itt állunk, terveztük, a tervező talán nem is tudta, talán a lelkeményen lehet, hogy nem is volt tisztában azzal, hogy egy nagyon szép szimbólumot rajzolt ide erre a térre, a kör szimbólumát. A kör már pedig az egységről szól, az egymásba kapcsolódó gondolatokról, a folytamosságról, arról a végtelen gondolatáramlásról, ahogyan megéljük a múltat és ahogy építjük közösen a jövőt. Úgyhogy én azt remélem, hogy ezen a szemérkélős, kicsit borongos estén átgondoljuk azt, hogy mi az, ami bennünket közösen összeköt itt Zuglóban, ebben az országban, Európában és talán ezen az egész bolygón. És pontosan tudjuk, hogy 56 ennek az egymás felé való odafigyelésnek az egyik legszebb magyar és nemzetközi szimbóluma. Úgyhogy azt remélem, hogy jövő ilyenkor már mindannyian itt leszünk és közösen fogunk tudni emlékezni. Azoknak, akiknek eljöttek, azoknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és őrizzük együtt közösen azt a hallatlan kincset, amit október 23-a jelent mindannyiunk számára. Köszönöm szépen. Azt a tüzet ójjai meg kéne rakni, hogy felengednének az emberek, mondja József Attila, folytatva Karácsony Gergely gondolatát. Most pedig felkérem Tóth Csaba országgyűlési képviselő urat, hogy ő is mondja el ünnepi beszédét és gondolatait. Tisztelt ünneplők, hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a forradalom terén, az 56-os forradalom évfordulóján. Ma a 20. századi történelmünk egyik legkiemelkedőbb pillanatára emlékezünk. Azokra a napokra, amikor a magyar nemzet felemelte fejét, nemet mondott a diktatúrára, és szabadsága védelmében szembeszállt az akkori világ legnagyobb elnyomó hatalmával. Büszkeséggel és tisztelettel hajtunk fejet a hősök, az áldozatok és mártirok emléke előtt. Hálával gondolunk azokra, akik a forradalom leverése után őrizték 56 októberének eszmeiségét, és azokra, akik igazságát szerte vitték a világba. Az 1956-os magyar forradalom fénye megtörte a diktatúra sötétjét. Nem csak nekünk magyaroknak, hanem Kelet-Európa valamennyi elnyomott népe számára a változás reménysugarát jelentette. Azt üzente a világnak, hogy a hatalom mozdíthatatlansága csak látszat, mindenhatósága csupán illúzió. Igenis, van remény a változásra, van remény, hogy a nép visszaszerezze jogát sorsának irányítására, szűkebb környezete és az egész ország jövőjének alakítására. Ez a remény egyesítette az országot, értelmiségieket, munkásokat, időseket és fiatalokat.
Teljes volt az egyetértés abban, hogy vissza kell szerezni Magyarország függetlenségét. Mindenki önrendelkezést, szabadságjogokat, szabad választásokat akart. Meg akartak szabadulni az életüket gőzsbe kötő hatalomtól. Elegük volt a nélkülözésből, a hamis ideológiából, az ellenségkeresésből, elegük volt az állampárt mindenhatóságából. Tiszta célként lebegött előttük egy szabad, fejlődő, igazságos Magyarország képe. Annak a Magyarországnak a víziója, amelynek megteremtéséért évszázadok óta küzdöttek nemzetünk legjobbjai. Ez a remény tartotta életben 56 szellemét, a forradalom leverését követő évtizedekben, és e célok mentén született meg 1989. október 23-án a harmadik magyar köztársaság. Az azóta eltelt évtizedek alatt megtapasztaltuk, hogy a szabadság nagyszerű, de sok nehézséggel is jár. Megtanultuk, hogy a demokrácia törékeny rendszer, amelynek adományával nem csak élni, de visszaélni is lehet. Megértettük, hogy a gazdasági verseny nem hoz automatikusan jólétet mindenkinek. Akik lemaradnak, azokat segíteni, támogatni kell. Éppen ezért kell ma ismét felemelni a hangunkat, mert az ország nem jó irányba megy. Ma hatalom valódi kormányzás helyett gyűlöletkeltéssel, intézményesített hazugsággal és a magyar emberek megosztásával próbálja elfedni, hogy az ország felemélkedés helyett lemarad, hogy eddig elért eredményei elvesznek, hogy igazságtalanul nagyra nőtt a különbség ember és ember között. 56 ma nem a nemzeti egységről, hanem a megosztottságról szól. A megosztott és kettészakított nemzetről. A fiatalok, a gyerekeink és unokáink búcsot intenek szülőföldjüknek, mert itthon nem látják boldogulásukat. A kormány rossz politikája erre kényszeríti a tehetséges szakembereinket, a jövő nemzedékét és biztosítékát. Ezért szembe kell szállni azokkal, akik meg akarnak fosztani minket a felzárkózás lehetőségétől. Akik ahelyett, hogy a magyar gazdaság, az egészségügy, az oktatás fejlesztésére, az ország modernizációjára fordítanák a forrásokat, kizárólag önös gazdasági és hatalmi érdekeiket tartják szem előtt. Szembe kell szállnunk azokkal, akik el akarnak téríteni minket Európa és a szabad világ értékeitől. A demokraták és a baloldal feladata, hogy tovább vigye a szabadság örökségét és visszaadja a tisztességes munka becsületét. Ne a hatalomtól függjön senkinek az élete és a jövője. Nem törődhetünk bele, hogy országunkban gyermekek éhezzenek, hogy emberek millió éljenek mély szegénységben, nyomorban. Mi baloldaliak olyan országot szeretnénk, ahol a tisztességes megélhetés, a munka, a biztonság, a szabadság mindenkinek egyformán osztályrésze lehet, időseknek, fiataloknak, nőknek és férfiaknak, munkaadóknak és munkavállalóknak. 1956-ban a magyar nép a hazugság helyett az igazságot, az alávetettség helyett az önrendelkezést, félelem helyett a tetteket választotta. Ma ismét döntés előtt állunk, és ezért újra bátorságot kell merítenünk a forradalom emlékéből. 56 legfontosabb üzenete az számunkra, hogyha a szabadság és a demokrácia hívei összefognak, elhozhatják a változást az országban, és visszaadhatják egy igazságos, modern, európai Magyarország reményét. Lesz még magyar köztársaság. Köszönöm szépen! Köszönjük a képviselőnek az ünnepi megemlékezést, most pedig az emlékezés koszorúit és virágait fogjuk elhelyezni itt az emlékműnél. Koszorú szervezetek nevét és a képviselőket, akik elhelyezik a koszorúkat és virágokat, sorrendben fogom mondani. Elsőként Budapest főváros 14. kerület Zugló önkormányzata részéről megkérem Karácsony Gergely polgármester urat, hogy helyezze el az önkormányzat koszorúját. A polgármesteri koszorút követően Budapest főváros 14. kerület Zugló önkormányzata részéről Szabó Rebeka, Hajdu Flórián és Horváth Zsolt alpolgármesterek helyezik el a koszorút. Tisztelte felkérem Tóth Csaba
országgyűlési képviselő urat, hogy szintén helyezze el saját koszorúját. Az 1956 öröksége alapítvány részéről Szűcs Lászlóné elnök és Ámon Antal kurátor helyezik el koszorújukat. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége 14. kerületi szervezete részéről Szécsi Istvánné és Vasvári Vilmosné özvegye helyezik el a koszorút. Megkérem az MSZP zuglói szervezete részéről Lévai Sándort és Pejva Györgyöt, hogy ők is emlékezzenek koszorújukkal. Az MSZP összefogás zuglóért önkormányzati frakciója nevében Sokac Anikó, Pécsi Diana és Sógor László emlékeznek. A Párbeszéd Zugló nevében Harsányi Tímea és Cucor Gábor róják le kegyeletüket. A Demokratikus Koalíció zuglói szervezete részéről Horváth Zsolt elnök és Balogh László szervezeti tag emlékeznek. LMP zuglói szervezete részéről Barta János és Csordás Balázs Gyula helyezik el az emlékezés virágait. A Zugló 56-os szövetség nevében Ivanovics Béla elnök és Ivanovics Béláné helyezik el az emlékezés csokrát. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 14. kerületi tagcsoportja részéről Párizsi Zoltán 14. kerületi tagcsoport elnök lója le kegyeletét. A Civil Zugló Egyesület részéről emlékeznek Szepesi Hajnal és Drevenka Monika. Az Összefogás Zuglóért Egyesület nevében emlékeznek Spíz András, Kis Ilona és dr. Békefi László. A Societas baloldali ifjúsági mozgalom részéről helyezik el az emlékezés virágait Varga Csaba és Spíz András. Fejet hajt a hősök emléke előtt a Magyar Szolidaritás Mozgalom zuglói szervezete is, Székely Sándor és Sinkovics Ákos képviseletében. A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 14. kerületi szervezete részéről Bohácsné, Vilimek Ágnes és Kristóf László emlékeznek.
Ugyancsak fejet hagy Nagy Zugló Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület nevében Módos Béla és Bodzsár Györgyné. A Stúdium Generál ez Zuglói Egyesület nevében emlékezik dr. Schifferné Kálmánné titkár, valamint I. és Ilona és Kamarás Csenge. A Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesületet képviselve emlékezik Tóth Sándor, nyugalmazott állományú ezredes elnök, valamint Pantyi György, nyugalmazott állományú alezredes alelnök. A Zuglói Társaskör nevében Gindele Istvánné és Nagy Nélesti Katalin emlékezik. Főhajtással emlékezik a Zuglói Talmud Tóra Alapítvány részéről Gerő Péter és Kurz Tamásné. A Zuglói Mozgássérült Szervezet részéről Sebestyén Lajosnéhez helyezi el koszorúját. A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében Ceglédi János és Szávai István emlékeznek. Tisztelt megemlékezők, Budapest Főváros 14. kerület Zugló önkormányzata nevében én megköszönöm megtisztelő részvétüket, nem csak itt, hanem a Pádói Szent Attal templom kertjében megemlékezésünkön. A művészek, a barátok, a hősök, áldozatok emlékére egy olyan műsort sikerült talán összeállítanunk, amely tényleg méltóképpen emlékezik azokra az emberekre, akik valamit tettek a hazáért, és akik nem hagyják, hogy az emlékük által, vagy a cselekedeteik által valahol kiveszel az emberség, a hazafiság és a hősiesség belőlünk.